Sziasztok, japán specialisták! A mai adásban a japán nevekről lesz szó, arról, hogy hogyan állnak össze a japán nevek, mit kell tudni a japán vezetéknevekről, melyek a leggyakoribb japán vezetéknevek, és hogy hogyan választanak a japánok utónevet, és mik voltak a 2019-es év utónév trendjei Japánban. Annak mondanám, aki most kapcsolódott be a videókba, hogy Jámbor Alíz vagyok, és ti pedig a Japán Specialista Utazási Iroda videóblogját nézitek. És akkor mielőtt belevágnánk ebbe a nagy japán nevekről szóló témába, lássuk is először az Utazási Iroda legfrissebb híreit. Továbbra is lehet jelentkezni 2 szakura körutazásunkra, az egyik március 26-tól április 7-ig, a másik pedig március 30-tól április 11-ig lesz. Ezen kívül pedig van nekünk Sekai Isan nevezetű körutazásunk, amely japán világörökségeit járja be május 21-e és június 2-a között, illetve van még a főképp Tokiót bejáró Kawaii nevű körutazásunk június 9-e és 18-a között, és ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de nem csak Japánban, hanem Dél-Koreában is vannak körutazásaink, és még sok minden más utazási lehetőséget is biztosítunk, úgyhogy menjetek fel a honlapunkra, és nézzetek körbe, hát ha találtok valami nektek tetszőt. Most viszont vágjunk bele a mai nagy témánkba, a japán nevekbe. Először is, hogyan épülnek fel a japán nevek? Szerintem erről már a többségetek hallott, hogy a japánok, ugyanúgy, mint mi magyarok, először mondják a vezetéknevet, és aztán a keresztnevet, tehát így használják a nevüket. Nem, ez nem ad alapot semmiféle magyar-japán nyelvrokonságra a híresztelésekkel ellentétben, sem ez, sem a feneken lévő piros pöttyök nem adnak okot semmiféle rokonságra, higgyetek nekem. Tehát elkanyarodtam egy kicsit, de a lényeg, hogy először jön a vezetéknév, és aztán a keresztnév, és egy vezetéknév, egy keresztnév. Ezt azért hangsúlyozom, mert a japánoknál nincsen olyan alapvetően, hogy 2 utóneve van valakinek, aki 100%-ig teljesen japán. Tehát olyan van, hogy valaki félig japán, félig más nemzet szülöttje, és akkor adnak neki egy japán, meg mondjuk egy angol nevet, és akkor így kettőt együtt használja, és így van az útlevelében, meg a személyes irataiban, de az nagy általánosság az az, hogy van egy vezetéknév, egy keresztnév. Kivétel még a japán császári család, akiknek nincsen vezetékneve, csak keresztneve, tehát a mostani császár, ő Naruhito, egészen egyszerűen, mondjuk nem is nevezik így, hogy Naruhito, hanem mondjuk úgy utalnak rá, a császár ő felsége, így lehetne lefordítani, tehát a császári család nem használ vezetéknevet, és általánosságban a japánoknak egy vezetéknevük és egy keresztnevük van, no de nem volt ez mindig így. Ugyanis ez a vezetéknév dolog, ez egészen új keletű Japánban. Előbb a szám adatokat mondom, hogy most jelenleg Japánban 100 000 vezetéknév van nagyjából használatban, ami hát sok vagy kevés, ezt nehéz eldönteni. Vessük össze Magyarországgal, én hát nem találtam pontos adatot, de van egy magyar vezetéknevek etimológiai szótára, és ebben 1230 kb. Szócikk van, tehát 1230 név van, plusz annak az írás változatai, ami hát nagyjából a lakosság 2/3 által használt vezetéknév, és a lakosság maradék 1/3 pedig jut 100 000 név. Tehát már rávertünk a japánokra, nem olyan nagy ez a 100 000-es szám, gondolhatjuk mi. Viszont azért Ázsiában, és mondjuk inkább főleg Kínában nincsen ez így. Kínában erre hatalmas lakosságra 2000 nevet használnak, de mondok még keményebb információt, a lakosság fele, a kínai lakosság fele 19 néven osztozik, és a lakosság 87%-a megelégszik 100 névvel, és a maradék 13% használja ezek szerint azt az 1900 vezetéknevet, tehát ezért van olyan rengeteg Li, meg Cheng, stb. Nem vagyok nagyon otthon kínai nevekben, tehát ehhez képest a japán vezetéknevekre azt mondhatjuk, hogy nagyon sok van belőlük, hiába Kínából vették át a karaktereket, és írják kínai karakterrel ezeket a neveket,
Általában japános olvasatuk is van. Na de nem ez magyarázza, hogy miért van olyan sokféle vezetéknév használatban Japánban, hanem az, hogy a Meiji restauráció előtt, tehát a 19. század közepe, második harmada előtt nem volt Japánban nagyon olyan, hogy vezetéknév. Jó, volt olyan vezetéknév, amit a császár adományozott, meg volt olyan vezetéknév, amit az erősebb klánok adtak, adományoztak az alattuk állóknak, tehát a hőbéreseiknek, és lehetett vezeték nevet kapni az elért eredményekért, vagy adományokért, tehát az arisztokráciának volt vezeték neve, de az átlag embernek nem volt vezeték neve, vagy választhatott magának, és volt neki, de ez nem volt hivatalos, tehát ezek olyasmik voltak, úgy utaltak saját magukra, hogy én vagyok Alíz Zalaegerszegről, vagy én vagyok Alíz Balázs lánya, vagy én vagyok Alíz, akinek tanárok a szülei, vagy én vagyok Alíz a japán specialista, tehát valamiféle helyrajzi dologgal kötötték össze származással, területileg, mint pedig családi származással, vagy foglalkozással, és így utaltak magukra, így határozták meg magukat, és aztán mi történt? Jött a nyugati kultúra, és kitalálták, hogy akkor nyugati mintára legyen mindenkinek egy vezetékneve és egy keresztneve, és ezt törvénybe is adták 1898-ban, és akkor ott állt a japán átlagember egy Taro, mondjuk, ez egy ilyen nagyon átlag japán férfi név, tehát ott állt szegény Taro, és azon gondolkodott, hogy hát, nem tudom, mi legyen a vezeték nevem, vagy megkérek egy sintó papot, vagy egy buddhista szerzetest, hogy találjon ki nekem valamit, vagy pedig például körülnézek, itt állok a hegy lábánál, én vagyok Yamamoto Taro, tehát a hegy lábánál lévő Taro, tehát nagyon sok ilyen név van, ami onnan ered, hogy hát mi volt éppen az adott ember körül, tehát ilyen földrajzi, helyrajzi, területi dolog. Aztán hát választottak irány alapján is nevet, vannak Nishi bácsik, meg Nishi nénik, tehát ilyen nyugat vezetéknevű emberek például. Aztán ott is élnek, Japánban is élnek a foglalkozáshoz kötődő nevek, például van ilyen, hogy Hattori, ami hát egy ilyen szövéssel foglalkozó, innen eredő vezetéknév, és aztán nagyon sok olyan név van, amiben van egy tó vagy dó tag, szótag. Ez azért van, mert a Fujiwara klán adományozott vezetékneveket sok családnak, és a Fujiwarából az első kanji, amit úgy mondunk ki, hogy Fuji, na, az egy másik olvasatban tó vagy dó, és hát akkor ezt a szótagot ezek a családok második szótagként belerakhatták a családnevükbe. Fú, miről beszélek, mondok inkább példákat. Van rengeteg Sato, Ito, Ando, Endo, és ő nekik mindennek a Fujiwara klánnak a Fuji kanjia szerepel a nevükben. Tehát ilyesmiket képzeljétek el, így találtak ki a japánok maguknak hirtelen vezetékneveken, na és ez magyarázza azt, hogy az akkor körülbelül már 30 milliós lakosságnak miért lett hirtelen egyszerre annyiféle sokszínű változatos vezetékneve. Ami még érdekelhet benneteket, hogy a japánok ki tudják-e akkor olvasni ezt a nagyon sok 100 000 vezetéknevet, hát a többségét igen, valamire pedig hát van tipjük, de nem biztosak benne, azért így elveszni nagyon nem vesznek el. Én, mint japán nyelvtanuló mondhatom, amikor kellett újságcikkeket fordítanunk, rettenet volt. Tehát, hogy ha az ember nem él itt, vagy nem tanulja olyan régóta a japán nyelvet, akkor fogalma sincs, hogy hogyan kell kiolvasni néhány japán nevet. Ez azért van, mert egy-egy kínai karakternek, kanjinak többféle olvasata lehet. Lehet egy kínaias olvasata, amit úgy mondanak, hogy onyomi, aztán van egy japános olvasata, hogy kunyomi, és van egy úgynevezett nanori, tehát a karakternek az az olvasata, amit csak nevekben használnak. Na és akkor ez így mindenféle kombinációban előfordulhat, remek, ez nem csak a vezetéknevekre, hanem majd az utónevekre is érvényes lesz. Tehát, hogyha nem látsz egy nevet nagyon sokszor, akkor lövésed sincsen, de hát a japánok azért nyilván itt élnek, ebbe születtek bele, megtanulták az összes kanjit, úgyhogy általában el tudják olvasni, meg mondom, azért az is igaz, hogy az emberek többsége a gyakori neveken osztozik, és ha már itt tartunk, akkor melyik a három legnépszerűbb japán név, mi a japánok, nem tudom, Szabója, Kise, Nagyja, Horvátja, Németje,
bocsánat, nem tudom, hogy ezeken nálunk leggyakoribb nevek, de hát ezért így nem kevés szerintem, aki ezt a vezetéknevet viseli otthon. Tehát mik a japán leggyakoribb vezetéknevek? Hát a leges-legelső az a Sato, és puskázok, mondom, hogy 1.871.000 embert hívnak Sato-nak itt Japánban, aztán őket követi a Suzuki név, hát ezt ti is ismeritek, 1.797.000 embert hívnak Suzuki-nak, és a harmadik helyen pedig a Takahashi áll, a magas híd, 1.411.000 fővel. És hát joggal merülhet fel bennetek a kérdés, hogy akkor milyenek azok a japán vezetéknevek, amikről még a japánok sem nagyon hallottak, amiket nem nagyon láttak és nem tudnak kiolvasni. Hát ezeken nagyjából 60-60 ember osztozik, ilyenek a kevésbé gyakori japán vezetéknevek. Ezt nem hasraütésszerűen mondom, hanem van az interneten is elérhető egy oldal a japán vezetéknevek etimológiai szótár, ha pervezek vagytok, rákereshettek, megtaláljátok. Na és itt hát az utolsó lista végén sorakozó neveket, tehát az van már csak odaig, vagy kb. 60 ember viseli, tehát gondolom még kevesebb, ami elég durva, egy 127 milliós lakosságban kb. 60 embert hívnak így, mondjuk egy példát tudom, például Komoto. Na most okosabbak lettünk, én nem, de az tény és való, hogy még nem hallottam, és nincsen Komoto nevű ismerősöm, de hogyha lesz, akkor megcsókolom kezét, lábát szerintem. Ennyit röviden a japán vezetéknevekről, és akkor térjünk át a keresztnevekre, utónevekre, mert ha jól sejtem, ez az, ami jobban érdekel benneteket, legalábbis nagyon szokta izgatni az emberek fantáziáját, mert ugye japán neveknek van valamiféle jelentése, és ezt azért mi is tudjuk otthon Magyarországon. Van, igen, kanjival írnak közülük nagyon sokat, és ugye hát ez egy logografikus írás, tehát a karakterekhez valamiféle jelentés párosul, de ezért lehet írni ezeket a neveket hiraganával, vagy katakanával is, ezek szótagjelölő írások, ezekről is majd fogunk beszélni, és pont ezért nem lehet megmondani, hogy mennyi japán utónév létezik, mert hát kb. Végtelen. Annyit tudok nektek mondani, hogy van 2136 jōyō kanji, tehát én általánosan használt kanji, és van még pluszban 843 jimmeyō kanji, tehát összesen 2979, majdnem 3000 kanji, ami megengedett a névválasztáskor, hogy ezek közül válogassanak a japánok. Hát olyanok nincsenek benne például, tehát azért így odafigyelnek, olyanok nincsenek benne például, hát amik ilyen csúnya meg gonosz jelentésűek, tehát itt volt egy ilyen nagyon nagy vita még, hát nem is tudom mikor, így 2000-es években talán, hogy két szülő Akuma névre akarta keresztelni a gyermekét, ami azt jelenti, hogy ördög, na és hát akkor ezt így nem lehetett, nem szabadott, és hát ez ilyesmi, igen, ilyen ördög, meg mocsok, piszok, ürülék, tehát az ilyeneket így ne akarja az ember belerakni a gyermeke nevébe, miért is akarná, de egy elképzelhető, hogy lenne ilyen, tehát megvan határozva, hogy 2136 plusz 843, hát ezért így lehet belőle válogatni. Tehát vannak a kanjik, amiből lehet variálni, és aztán még lehet hiraganával, vagy egy másik szótagjelölő írása, katakanával is írni azt az utónevet. A katakana az a szótagjelölő írás, amivel az idegen eredetű szavakat, és például a külföldiek nevét is leírják, és hát ezzel is, ezzel az írással is lehet adni utónevet a gyerekeknek, viszont ez most már nem olyan népszerű, a második világháború előtt volt egy nagy trend, hogy a kislányoknak katakanával írt nevet adnak, aztán kikopott. Másik szótagjelölő írás azonban a hiragana még mindig használatban van utónév adáskor, de lányoknak adnak vele nevet, tehát így fiú név hiraganával nem nagyon szokott lenni. Hát ez a kanjikból kialakult ilyen kerekded szótagjelölő írás, ami tehát nőies írásnak is tekintenek, mert régen Japánban a nőket nem tanították ki a kanjik ismeretére, az csak a fiúknak a kiváltsága volt, és hát ezért ilyen, tehát a nők hiraganával írtak, ezt ilyen nőies írásnak is tekintik, de nem csak ezért népszerű egyébként, hanem hogy a kanjis nevet adsz valakinek, akkor az már valamilyen jelentést hordozni fog magában, viszont hogyha egy kislánynak hiraganával írt nevet adnak, akkor hát a szülők lehet, hogy nem akarnak semmiféle elvárásokat támasztani a gyermek elé, nem akarják előre meghatározni a neve által a személyiségét, vagy a kis jellemét. Ami pedig még közre játsz, hát, hogy a kanji, ez ugye kínai kultúrából átvett, tehát Kínából átvett
írásjegy, a hiragana az viszont csak a japánoké, tehát lehet benne egy ilyen kulturális büszkeség is, de inkább nagyon sokszor ez a nőiesség, lágyság, szépség és egyszerűség van az ilyen döntések mögött. Most pedig nézzük végre a kanjis neveket, és még egy kicsit általánosságban beszéljünk a japán utónevekről, ugyanis szerintem számunkra külföldiek számára eleve elég nehéz például megállapítani, hogy egy adott japán utónév az férfi név vagy női név-e, és hát ezzel kapcsolatban adok néhány tippet, néhány fogódzót, és így ezáltal át is veszünk néhány japán névadási trendet, ugyanis ezért általánosságban elmondható, hogy a japán szülők a kisfiúknak szeretnek olyan kanjis nevet adni, amiben az a kanji az erőt, egészséget, egyenességet, nyíltságot, őszinteséget fejez ki például, tehát ilyen férfi erényhez kötődő, vagy bátorságot, férfi erényhez kötődő jelentésű kanjikat választanak, kislányok esetében pedig hát valamit, ami szép, vagy valami virághoz kötődőt, valami finomat, bájosat, vagy ugye hiraganával írják azt a nevet, tehát vannak ilyen általános szabályok, és hát ilyen végződések, vagy hát így, hogy milyen szótag van egy névben, az alapján is azért már néha meg lehet mondani, hogy férfi névről, vagy női névről van-e szó. Hát például, mondok egy jó kis példát, régen, amikor ugye még így hát sorba érkeztek a gyerekek, nem így egy volt, meg kettő, hanem 10, akkor hát az első fiú az Ichiro lett, a második az Jiro, a harmadik meg mondjuk Saburo, a ró az egy olyan kanji, ami jelenthet fiút, vagy hát ilyen fényességet, de inkább ez a fiús kanjiát használják, és az ichiro az az első fiú, a jiro az a második, vagy pedig a következő fiú, és a saburo pedig a harmadik fiú, tehát így mentek sorba, így sorszámozták a gyereket, egyeske, ketteske, hármaska, nagyon kreatívak voltak. Tehát, ahogy ilyen róra végződik egy név, akkor hát azért az általában férfi név. Aztán, hogyha van ilyenben, hogy ta, például Shota vagy Kenta, a ta az egy olyan kanji, ami azt jelenti, hogy hát ilyen vastag, vagy ilyen vastag, vaskos, erős, nagy, tehát egy ilyen stram kisfiút szeretnének azok a szülők, és hát akkor ez is sokszor belekerül a nevekbe, a férfi nevekbe, vagy hogyha óra végződik, például, nem is tudom, Kazuo, az is egyébként tehát így első fiút jelent, az ó is a férfinek a kanjiával írják sokszor, az is akkor általában egy férfi név lesz, vagy a bátorság kanji, hogyha belekerül, nyilván itt hallás alapján nem fogjátok tudni, de hogyha valaki tanul japánul és belefolyt a kanjikba, akkor azért gyanakodjatok, hogy ez egy férfi név. Lányoknál pedig, mint már mondtam, hát egy szépséghez kötődő, hát a szépnek a kanjia a mi, például, nem tudom, Naomi, és aztán, hogyha ko-ra végződik egy név, az meg, hát szinte tutira női név, na jó, de nem, mert például van a Hiko, ami, hogyha így végződik, hogy Hiko, akkor fiú, mert az a szó azt jelenti, hogy, vagy ez a kanji azt jelenti, hogy fiú, de hogyha ko a gyereknek a kanjiával írva, akkor az női név fixen, tehát Michiko, Natsuko, stb. És hát a Meiji restauráció előtt egyébként ez a császári család sajátja volt, tehát ott a császári család női tagjainak végződhetett kora a neve, utána aztán az átlag ember is használhatta, úgyhogy utána volt így a Taisho meg a Showa korszakban, hogy nagyon sok kora végződő hölgyemény élt Japánban, most már kezd kikopni, de ezzel nagyon-nagyon sok van, tehát mondom, Natsuko, Michiko, Yuriko, akiket csak így én ismerek, de még sokan mások, és a többi, és a többi. Ezek mondjuk a legalapabb, vagy inkább úgy mondom szemben, hogy leggyakoribb japán nevek, vagy névstruktúrák, névválasztási, névadási módszerek, amiket aztán ti is felismerhettek, hogy fiú néve vagy lánya. Viszont én most azt látom, hogy az inkább a trend, így barátok között is, hogy kicsit extrásabb neveket adnak, tehát választanak valamilyen kanji, tehát szeretnék, hogy ez a kanji benne legyen, és akkor választanak hozzá egy olvasatot, és hát eddig nem létezett az a név, de most már létezik, vagy pedig van egy név, amit már használnak régóta, de más kanjikkal írják le egy kicsit. Itt ugye tényleg nagyon nagy a szabadság, ez azért is van, mert mondjuk egy-egy szótaghoz, tehát egy szótaghoz párosulhat akár 500 különböző kanji is, vagy egyetlen kanjihoz 10-valahány kiejtés is párosulhat, tehát nagyon-nagyon sok a variációs lehetőség.
De még beszéljünk egy másik trendről, amit a teszteni senki nem tud kiolvasni a szülőkön kívül neveket, az úgynevezett kira-kira némő, ez így hát nagyjából a 2000-es évek óta azt hiszem létezik. Ez azt jelenti szó szerint, úgy lehetne lefordítani, hogy csilli-villi nevek, és hát főképp olyan nevekre mondják, amit tehát kanjival írnak le, de aztán ilyen angolos hangzása van, vagy hát egy ilyen angol szó lenne a kiejtése, vagy szeretnék, ha úgy mondanák ki a gyerek nevét, csak senki se tudja kiolvasni, mondok inkább példákat. Például itt van ez a két kanji, ezt úgy olvasnák ki az átlag japán, hogy ashta, vagy asu, hogy holnap, és hát a szülők meg ezt az utónevet választják gyermeküknek, és kiderül, hogy az olvasata a mellékelt odaírás szerint tomorrow. Mi ez a tomorrow? Tomorrow az angolból. Nincs ilyen japán, vagy van, mert létezik és lehet adni. Tehát így ilyenek is elfogadottak, vagy például ez itt fölöttem szintén szép női név, amit semmilyen japán a szülőkön kívül nem tudnak kiolvasni, vagy igen, mert már ilyen hírhet lett a hírekből. Venus, tehát Venus, mint Vénusz, vagy az én személyes kedvencem az ez, amit hát így lenne egy tippem, úgy kéne kiolvasni, vagy úgy olvasnám ki, hogy Kiguma, sárga medve, kitaláljátok? Hát ő lenne Pü. A szülők azt szeretnék, hogyha Pü-ként olvasnák ezt ki, mint Winnie the Pooh, Mici Mackó. Sziasztok, én vagyok Jámbor Mici Mackó. Na, de ezek azért eléggé extrém esetek, én most inkább megosztom veletek a 2019-es év névtrendjeit, teszem ezt a Tamahio nevű, hát ilyen baba, kismama, baba magazin válogatása, vagy hát rangsora alapján, ahol 2019. januárjától szeptemberéig több mint 17 000 kisgyermek nevét vizsgálták meg, vagy újszülött nevét vették górcső alá, és az alapján hozták létre a ranglistát, és hát kiderült, hogy a legnépszerűbb férfi és női nevek mik voltak. Itt azért nehéz azért ez a japánoknál, mert hát pont ugye a kanjik meg a minden miatt, tehát van olyan, hogy a legnépszerűbb kanjival írt név fiúknál, lányoknál, aztán van a legnépszerűbb hangalak fiúknál és lányoknál, és aztán van a legnépszerűbb kanjik listája, amik így belekerülnek egy névbe, tehát egy-egy kanji, de az lehet, hogy egy névben kettő másik mellett állna, nézzük ezeket. A fiúknál a leggyakoribb, ez alapján, a lista alapján a Ren volt, és hát amúgy itt más listákat is megnéztem, azért itt sok átfedés van, nem mindenhol ugyanez a sorrend, de ezek benne vannak a top 5-ben, top 10-ben, de az első ezen a listán a Ren, a lótusznak a kanjia, ami azért lehet olyan népszerű, úgy gondolják, mert a lótusz nagyon mélyen gyökerezik a földben, tehát ilyen nagyon erős, kitartó és egyenes, ez egy nagyon jó kis fiú név, a Ren. Aztán egy másik népszerű, a Ritsu, ami pedig állítólag azért lett népszerű, mert van egy japán TV-film sorozat, vagy volt, nem tudom, hogy Hanbun Aoi, fél, tehát félig fél kék, nem tudom jobban lefordítani a címét, meg nem néztem, nem tudom, miről szól, és annak a férfi főszereplőjének az a neve, hogy Ritsu, azt jelenti egyébként maga a kanji, hogy törvény, vagy hát ilyen szabályozás, törvény. Aztán a harmadik legnépszerűbb pedig a Minato, ami pedig kikötőt jelent, hát így belehorgonyozott az ember életébe, vagy nem tudom, tehát az is így kikötni valahol az állandóságnak, vagy az ilyen szilárdságnak a jelképe lehet. Lányoknál az első helyre ez a két kanji került, tehát két kanjis név került, ennek lehet több olvasata is, de általában mostanában Himari-nak olvassák. Az első kanji az hát napot, napsugarat, fényt jelent, a második pedig Maivát, egy szép virág belekerült, de egy együtt, hogy Himari, meg hasonlít a Himawari napraforgó szóra, tehát valami, ami szellegyenesen áll és fordul a fény felé, és még ezekkel a szép kanjikkal van írva, igazi jó kis lányos név. Második helyen a Rin, mint hát hűvös vagy méltóság teljes áll. Harmadik helyre pedig a főkép melyként kiejtett két kanjis név került, ami hát az első kanji a bimbót jelent, a második pedig azt, hogy hát bizalom, valamitől való függés, vagy hát a belé ebbe a kislányba vetett bizalom, szerintem így lehet értelmezni. Most következik a legnépszerűbb hangalakok listája, remélem sikerült érthetően elmagyaráznom a különbséget, tehát mondjuk a fiúknál az első helyen a Haruto név áll, tehát van ez a Haruto
hangalap, mint hogy kimondom, egy Haruto, és hát ezt viszont többféle kanji párosítással le lehet írni, de a legnépszerűbb ez a Haruto volt, és nagyon sokszor úgy írták le, hogy a napnak, vagy napfény kanjia, és a szárnyalásnak a kanjia. Aztán második helyen volt a Sota, a harmadik helyen pedig a Minato, amiről már volt szó, vagy hát az egyik kanjia, az is lehet. Lányoknál pedig az első helyen a Mei volt, amiről már beszéltünk, az egyik kanji párosításáról. A második helyen az Akari állt, ami hát egyébként kanjitól függetlenül is, hogy kimondom, hogy Akari, akkor azt a szót hívja bennem elő, hogy fény. Harmadik helyre pedig a Mio név került, és hátra van még azoknak a népszerű kanjiknak a listája, amiket így belepakoltak a nevekbe. Hát itt már így évek óta a fiúknál töretlen hármasról van szó, az hát ennek a kövér vastagnak a kanjia, amit sokszor, legtöbbször úgy mondanak ki, úgy olvasnak ki, hogy te, aztán a nagynak a kanjia, hát ami sokszor dájként van a nevekben, és ez a harmadik pedig só vagy szó, ez szárnyalást jelent, nagyon szép fiús kanjik, tehát ezt így belepakolják, lehet egyedül, lehet mellette még egy vagy még kettő, általában azért az utónevek szerintem így egy-kettő vagy három kanjiból állnak, egyébként erről nem beszéltünk, vezetéknevek meg, hát egy-kettő-három, nagyon ritkán 4 és 5 létezik, de nagyon-nagyon ritka. Visszatérve, tehát a lányoknál pedig a sorrend, az első az a haná, tehát a virágnak a kanjia, a második ez a na-ként, általában na-ként kiejtett, hát ilyen zöldséget, növényt, zöld növényt jelent, a harmadik pedig a di-ként olvasott, jászmin jelentésű szó, tehát itt is így virágok, szép kis kanjik vannak a top 3-ban. A 2019-es névadási adatok alapján pedig elmondhatunk ilyen általános trendeket is. Az egyik nagy trend, hogy egy kanjiból álló nevet adtak nagyon sokszor a kisbabájuknak a szülők, aztán egy másik nagy trend, hogy ugye 2019-ben éraváltás, korszakváltás volt Japánban, megkezdtük a Deva évet, és hát ez mindig, akár milyen korban, ez ilyen nagy trend, hogy a váltás környékén, tehát nem is kell még a váltást, tehát abban a korban olyan nevet próbálnak, vagy adnak a gyermeknek, amiben szerepel a kor névnek az egyik kanjia, vagy annak valamilyen változata, tehát itt a Reva esetében a Re kanjia, hát inkább annak változatai kerültek a nevekben, mégpedig azért, mert hát az általánosságban ez a kanji ilyen parancsot jelent, itt a korszak névadásánál viszont hát ilyen jó előjel, jó ómen jelentésben használták, de azért így az átlag japán, hogyha ránéz erre a kanjira, az ilyen parancsot, tehát annyira azért nem olyan jó jelentésű kanji, tehát ennek a változatait használták, fiúknál egész egyszerűen annyi volt, hogy re a bölcs jelentésű kanjival, lányoknál pedig hát volt a rena, ugyanezzel a bölcs kanjival, és a Mio, amiről már itt a hangalak trendeknél beszéltünk. A Mio, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, így benne van a kanji aljában az a kanji, tehát egy része. Nagyon tetszik, tehát az az út, amit egy hajó vagy csónak hagy a vízen maga után. Nagyon szép, Mio. Aztán a Revának a másik kanji alja, ami hát ilyen japán vagy japánosat jelent, ez is megjelent idén többször a férfi és a női nevekben is, fiú-lány nevekben is. Az egyik ilyen gyakori az a Kazuma, tehát ilyen japán-japános, és a ma mint egyenes nyílt, ezt nagyon sokszor belerakják fiúk nevébe, és a lányoknál pedig a Waka volt még népszerű, ami hát japános és virág, hogyha meg így, hogy kimondom, hogy waka, az a japán vers, egyik japán vers félét, vers struktúrát, vers stílust is jelenti. Idei trend még, hogy a japán hagyományokhoz, hagyományos japán nevekhez nyúltak vissza a szülők. Az egyik gyakori fiú név volt az Arata, ami újat jelent, aztán, ami még ilyen nagyon-nagyon japános, tényleg az a Yamato, ez ugyanis Japánnak a régies neve. Lányoknál és visszanyúltak az ilyen szép japán esztétikához, például ilyen volt a Tsumugi név, ami egyfajta sejmet jelent, aztán a Yuzuki, itt az egyik kanji az az összekötést jelenti, tehát szeretnék, hogy ez a kislány így összekössön bármit, embereket például, és a Tsuki a holdnak a kanjiából tevődik össze,
Vagy például a sakura, amit szerintem ti is ismertek, tehát a cseresznyefa virágot jelenti, hogyha kimondom, viszont azzal a kanjival leírva volt gyakori, hogy nyílik, virágzik egy virág, és a jónak a kanjia. Tehát ilyen trend is volt. És amit már mondtam, ez a ricu például a fiú neveknél, hogy japán tévésorozatokból vettek át neveket. Ez volt az egyik, a másik pedig a Dan, egy ilyen új Monte Cristo grófja sorozat főszereplője volt Dan, és hát ez így állítólag felfelé ívelt ez a név a listán. Végezetül pedig beszéljünk arról, és hát nagyon aktuális számomra, egy saját példámon keresztül, hogy hogyan zajlik a név kiválasztás, az utónév kiválasztása Japánban. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy itt a japánoknál, hogyha megszületik a baba, akkor nem kérdezik meg egyből, hogy és mi lesz a neve, tehát hogy kap a kórházban kis szalagot a kezére, meg a bokájára, de anyuka neve van rajta. Nem, ugye születéstől kezdve 2 hétig, vagy 15 napig kell bemenni a városi hivatalhoz, és bejelenteni annak a gyermeknek a nevét. Most azért ez általában nem azt jelenti, hogy a gyereknek akkor találták ki a nevét utólag, azért van biztos ilyen is, de azért már így gondolkodnak természetesen a szülők, és hát nálunk ugye sokszor van, hát most már inkább múlt időben mondom, volt hagyományosan, hogy mondjuk apuka után vagy anyuka után nevezik el a gyereket, mert nálunk magyaroknál. Itt nincsen ilyen, legalábbis így nem tudok róla, hogy pont ugyanúgy hívják apukát, meg a kisfiút, anyukát, meg a kisnányt, de azért olyan van, hogy apukának a nevének a kanjiaiból átvesznek egyet, és akkor belerakják a névbe, vagy hát anyukájéból, tehát így is szoktak néha gondolkodni. Ami pedig egy másik, hogy hát ahogy mi is választunk, hogy tetszik valamilyen hangzás, tehát kiválasztják azt a nevet, hogy hogyan hangozzon, és ahhoz választanak kanjit. A másik módszer pedig hát ennek a visszája, hogy szeretnék a szülők, hogy valamilyen kanji mindenképpen belekerüljön, és akkor addig-addig keresnek az olvasatok között, míg nem jön egy olyan hangzás, ami nekik tetszik. Fú, de bonyolultan hangzik! Mondom inkább a saját példánkat. Most ugye ez nálunk különösen azért volt extra, mert japán férj, magyar feleség, akkor milyen nevet lehet választani? Hát, hogyha kislány lett volna, sokkal egyszerűbb dolgunk lett volna, mert vannak hát teljesen megegyező, jó, kicsit máshogy ejtik ki, de hát majdnem megegyező japán és magyar lánynevek, van például Anna, meg van Maja, Maya, hát ugye kicsit ilyen ásabban hangzik, vagy Réka Magyarországon is, Réka itt, ugye máshogy van, de hát azért így el lehetne még fogadtatni, vagy fel lehetne ismerni, vagy Erika például, de nem. Tehát ez a baba ez úgy döntött, hogy kisfiú lett, akinek lemaradt, mondom, augusztus végén született kisfiunk, és hát így gondolkodtunk, hogy akkor milyen neve legyen szerencsétlennek, mert hogy nem volt olyan, vagy nem találtunk olyat, szóljatok, hogyha van, ami ugyanaz a japánban, meg a magyarban, és akkor arra jutottunk, hogy mindegy, csak legyen, lehet japán név is, csak tudják kimondani a magyar szülők, vagy mindegy, legyen magyar név, csak tudják kimondani a japán szülők, de azért lehetőleg legyen valami hasonló a magyarban, vagy a japánban. És akkor megvilágosodtunk, hogy van egy olyan név Magyarországon, hogy Soma, itt a japánoknál pedig van egy olyan keresztnév, hogy Soma, tehát ott így meghosszítják azt az ót, hát belekerül egy ú inkább, mint például hát híres műkorcsolyázó, most nagyon menő, az Uno Soma, tehát ő is egy Soma, és hát akkor választottuk ezt a nevet, mert hogy a japánoknak is azért ismerősen csenghet, mellélövés, tehát nem így mindenki néz, hogy Soma, hogy akkor nem is Soma, de Soma, kiolvasni nem tudják egyébként, azért nem kira-kira némű, de hát így nem nagyon olvassák ki, de hát így teljesen megfelel a mostani trendeknek egyébként. Tehát választottuk, hogy Soma, és akkor hát amit még mi szerettünk volna, hogyha tengernek, vagy valamilyen tengerhez kötődő kanji az benne lenne, és találtunk is a Sonak egy olyan kanjit, amit hát lánynevek benne, hogyha csak ez a kanji van, tehát hogyha csak ez a kanji a név, az általában lány név, és úgy mondják ki, hogy Nagisa, és ez az a szakasz, az a vonal a homokban, ahová kimosott a tengervíz. Tehát nem tudom jól elmagyarázni, ez a fehér sáv a homokban, ameddig kér a tengervíz, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, ez nekünk nagyon-nagyon tetszett. A ma pedig, erről már volt ma szó, ez az egyenes nyílt őszinte, ami lánynevekben is van egyébként, a fiúnevekben meg nagyon-nagyon sokszor, és hát így lett ő a mi kis Sománk, Kobayashi Soma egyébként,
kis liget Soma, ez egy top 10-ben szereplő gyakori vezetéknév, egy nem igen tudják kiolvasni japán keresztnévvel, úgyhogy hát nagyjából így zajlik azért más, tehát sima japán pároknál is a névválasztás mostanában. Lerántottam a leplet a nagy-nagy titokról, ennyi volt már a japán specialista, hogyha tetszett az adás, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot a videóra, és kövessétek a japán specialista utazási irodát az interneten, a Facebookon és az Instagramon is. Dzsámata ne!